Tánccal, énekkel, zenével és prózával álltak színpadra a Kossuth Lajos gimnázium diákjai az intézmény gálán, hogy bemutassák azt, hogy a kötelező tanórákon kívül mivel foglalkoznak az oktatási intézményben. Itt már a legjobbaknak volt lehetősége arra, hogy fellépjenek, hiszen a gálát egy intézményi Kimit Tud előzte meg, ahol kiválasztották azokat a produkciókat, melyek jelen voltak a gála műsorán. Igyekszünk úgy válogatni, hogy mind a művészetoktatás, mind a gimnázium, a középiskola, mind pedig a kollégium tanulói megmutathassák azt, hogy mi az, amivel itt az iskolában megismerkednek, mi az, amiben tehetségesek, amivel színpadra tudnak lépni. Az intézményi gála szervesen kapcsolódik a gimnázium életéhez és az oktatáshoz. Az oktatás több, mint a tanórán folytatott szakmai munka, oktatási tevékenység. Ahogyan az előbb is említettem, számunkra fontos, hogy színes és sokfajta lehetőséget nyújtsunk tanulóinknak. Mondhatom azt is, hogy változatos ismeretszerzési formákat kínáljunk. Ilyen módon kapcsolódik ez a gála az oktatáshoz, hogy a tanulók részben, amivel az iskolában megismerkedtek, részben, amivel szabadidejük alatt ismerkednek meg, azokat a tevékenységeket mutathassák itt meg nekünk. A fellépő diákoknak is sokat jelentette az, hogy bemutathatták szüleiknek, pedagógusaiknak azt, hogy az iskolai évek alatt mennyivel gyarapodott tudásuk. Ez nekünk egy hatalmas élmény. Nekünk is, akik fellépünk, és szintúgy a vendégeknek is, mert mi például egy komédiával készültünk, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon nagy durranás lesz, és az izgalom, ami most bennünk van, hát semmihez nem fogható. Körülbelül egy olyan jó 3 hét, amíg úgy tökéletesen mindent patentra be tudtunk gyakorolni, és most már tökéletesen megy minden. Mindenképp öregbítjük az iskolánk hírnevét, meg megmutathatjuk azt igazán a szülőknek is, hogy mit fejlődünk az évek alatt, és mire vagyunk képesek. Én egy prózával készültem a mai napra egy ilyen humorosabb történettel, és azt fogom majd előadni. Mindig is az ilyen dolgokban voltam jó, az ilyen szövegfelolvasás, verssel, és sok versenyre voltam már ezelőtt is, országos versenyeken is részt vettem, úgyhogy úgy éreztem, hogy azt csinálom, amit szeretek. A 2 órás gálaműsor nagy sikert aratott a közönség körében.